klubról lesz szó, és az alapítót köszönhetem itt a stúdióban, Czubor Ferencet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Czubor úr, akkor beszélgessünk legelőször is arról, hogy mikor alakult meg ez a klub, és mi volt az alapításnak a célja? A Jövőkutató klubot 2015-ben hoztam létre, illetve hoztuk létre szombathelyi polgárok, családapák, hölgyek, a közélettel foglalkozó barátaimmal, és a célunk az volt, hogy olyan témákkal foglalkozzunk, ami érinti az életünket, a jelenünket, és nagy mértékben a jelen döntéseink pedig meghatározhatják a jövőt. Jellemző az, hogy mi ennek a klubnak az összetétele, vagy lényegében teljesen nyitott volt, és úgy gondolták, hogy akit érdekel a jövője, aki mondjuk felelősen gondolkodik a jelenéről és a jövőről, az legyen a klubnak a tagja. Ezt hogyan alakították? Teljesen nyitott továbbra is, tehát ez nem egy zárt elit klub. És a célunk az, hogy ne csak gondolkozzunk, meg beszéljünk, hanem amennyire lehet levonjuk a következtetéseket, hogy mit tudunk mi tenni azoknak az ügyeknek az előbbre mozdításával, ami a klubnak a témája, vagy amivel mi foglalkozunk. Ahogy itt készültem az adásra, az interneten két olyan programot találtam, amely már megrendezésre került, ugye csúnyán fogalmazok. Volt egy decemberben egy programjuk önöknek, és volt egy januárban is. Hogyha egy picit erre a kettőre visszatekintenék, mi volt a témája, és hát cseppet sem mellékesen, mekkora volt mondjuk az érdeklődés? Igen. Egy hármas blokkban gondoltuk az első témát, nyilván ihletett minket az, ami zajlik most Európában, és érinti hazánkat is. Az első témában Geus Pötle, biztonságpolitikai szakértő, aki rendkívül színvonalas előadást tartott, a YouTube-on egyébként meg lehet nézni, aki esetleg nem tudott részt venni. Nyilván foglalkoztunk a migráns kérdéssel, foglalkoztunk azzal, hogy Európa hol van most, és mi várható, mi prognosztizálható, népesedés, egyéb kérdések. Aztán volt Tarjányi Péter és Dosek Rita, akik a Felejtés bűne című könyvüket mutatták be. A Felejtés bűne egy holokausztról szóló regény, krimi, és most pedig Földi László, sária törvény nem csak muszlimoknak, nem muszlimoknak témában fog könyvemutatót is tartani, illetve nyilván fogunk beszélni arról, hogy mit jelent a sária törvény, nem érzelmi alapon, hanem a tények mentén. Részben örülünk, részben sajnos mondhatom, hogy a téma aktualitása, tehát az elmúlt két rendezvény témájának az aktualitása nagyon komoly érdeklődést generált. Ezt nem is csodálom már csak azért sem, mert csak például Georg Spötlére gondolok, ugye, hogy jól tudom, ő német állampolgár. Német-magyar. Német-magyar kettős állampolgár, igen. És hát nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezik. Fogalmazzak ilyen enyhén szó, hogy a keleti történésekkel kapcsolatban elvégre, ugye német hadseregnek is tagja, igen, volt, nagyon sok felé járt, és nagyon sok mindent látott, igen, akkor gondolom ezek az információk, amelyeket önök szeretnének megosztani, amiről szeretnének utána eszmét váltani, eszmét cserélni, azok első kézből származnak. Igen, ez is volt a célunk, tehát csodálkoztak is, hogy akiket tévében látunk, hogy lehet, hogy eljönnek Szombathelyre, sőt nagyon nagy örömmel, sőt jelezték, hogy bármikor vissza is jönnek, hogyha van erre igény. És Georggal kapcsolatosan annyi, hogy nem csak egy asztal mögött ülő szakértő, hanem látta élesben a dolgokat, például a magyar határon, Röszkénél ott voltak, látták a történéseket, és figyelemmel kísérte, hogy mi zajlik ott, illetve a német kapcsolataiból adódóan, mind a hivatalos álláspont, illetve egy kicsit a nem hivatalos álláspontról is beszámolt, és minket ugye ez kicsit mindig jobban érdekel, mindig a titkok idézőjelben érdekelnek minket, és tudjuk, hogy úgyse tudjuk meg, de mégis olyan izgalmas, hogy tud olyan információkat megosztani velünk, ami alapján azt hiszem összetettebben látjuk mindazt, ami zajlik, illetve egy jelzés is, hogy mi lenne és mi lesz akkor, hogyha itt a hazánkban ezzel a témával nem foglalkozunk. Tehát érdektelenek vagyunk, úgy gondoljuk, hogy ez másnak az ügye, ez a politika ügye. Nem, azt gondolom, hogy mindenkinek, akinek van családja, vagy lesz, vagy van idős ember, vagy gyermek, mindenkivel kell ezzel a kérdéssel foglalkoznia. Egyéb iránt
a helyszíne mi ezeknek az előadásoknak, mert gondolom megvan a maga a bázis, ahol ez az egész történet elindult. Mi ez a helyszín, és hát miben gondolkodnak azt követően, mert ahogy néztem a beszámolókat, rendre telt házzal, még a Csilláron is lógtak. Gondolom akkor ez azt kívánja a továbbiakban, hogy gondolkodjanak esetleg egy nagyobb helyben is. Igen. Hát egyrészt a célom nekem az volt mindenképpen, hogy Szombathely szívében, központjában legyen egy kávézó felett a Ekkori Művészetek Házában, külön termeiben van, amit alkalmanként bérlünk ki a rendezvények céljából. Valóban ez egy nagy kérdés lesz a jövőben, hogy ha ennél nagyobb lesz az érdeklődés, hova vigyük, keresjük a helyszínt, de mondjuk nem olyan nagy baj az, hogyha nem férnek már be. Technikai eszközökkel még van lehetőségünk, hogy kivetítővel, meg az előtérben is, akár van erre jelzés, hogy holnap lehet, hogy erre szükség is lesz, kivetítőkön keresztül a előtérben még tudunk fogadni vendégeket, érdeklődőket. Csináljunk egy picit kedvet a szombathelyeknek, mondjuk akkor a holnapi rendezvényhez. Mikor kezdődik akkor? Tehát konkrétizáljuk azt a helyet is, hogy Szombathely szívében, hogy ez hol van. És hát aki ide ellátogat a holnapi napon, hát ez mit várhat? A témát ugye már tudjuk, hogy a sária törvény nem muszlimoknak, de mit várhatunk ettől az előadástól, és akkor a részletekbe egy picit, hogyha beavatna bennünket, megköszönjük. A helyszín mindenki által ismert, a Egykori Művészetek Háza díszterme, fenti terme, a jelenleg Art Café fölötti nagyterem, díszterem. Este 7 órakor kezdődik, talán javaslom, hogy egy kicsit előbb érkezzen mindenki, és akkor biztos, hogy lesz hely, de ha később érkezik munkanap egyéb miatt, akkor is igyekszünk biztosítani a helyszínt. A sária törvény nem muszlimoknak, ez egy brosúra, egy kiadvány, ami szerencsés nekünk, valljuk meg őszintén, hogy nem mondhatnánk, hogy nagy mélységben tanulmányoztuk gyermekkorunkban vagy az iskolában a Koránnak a különböző fejezeteit. Egy professzor, Dr. Bill Warner, egy nagyon komoly egyébként matematika professzor, 30 éve tanulmányozza, és nagyon exakt módon, tehát nem érzelmi alapon, nem indulati alapon, hanem exakt módon tárta föl, hogy a sária milyen törvényeket irányoz elő mind a muszlimoknak, illetve mit kíván a nem muszlimokkal kapcsolatosan érvényesíteni. Földi László pedig arról fog beszélni nekünk, hogy ez mit jelent ma, mit jelent Nyugat-Európában, mit jelent azokban a városokban, ahol már, ha nem is de jóra, de facto már működnek ezek a törvények, és adott esetben nekünk itt magyaroknak ez mit jelenthet a jövőben. Nekünk azért kicsit más a történelmi tudatunkban, van egy jelentős korszak, én is kőszegi fiú vagyok, ott születtem, nekünk Jurisics Miklós, stb., tehát azért nem egy jelentéktelen szereplő, nekem sem, tehát ezeken el kell gondolkozni, nyilván nem pánikot keltünk, de az érdektelenséget legalább akkora veszélynek látjuk a klub tagjai és én magam is ebben a témában. Lehetséges, hogyha az ember elmegy erre az előadásra, akkor sok olyan történést megért, ami mondjuk az elmúlt időszakban történt, akár Észak-Európában, akár Nyugat-Európában, amely hát alapok címoldalára került, és ugye, ahogy itt ebből a kis előzetesben olvasom, ugye ez a sária az iszlám törvénye, ami alapján ezek az emberek élnek. Úgy éltek a törvényük alapján eddig ott, ahol laktak, Szíria mondjuk, és gondolom úgy akarnak élni, mondjuk Németországban is, és mondjuk Svédországban. Számomra az a furcsa, hogy ezeknek az adott államoknak megvan a saját törvényük, és általában egy adott ország területén a saját törvényei érvényesülnek. Igen. Ezek az emberek ezt másképp gondolják? Nyilván egy dolog, hogy mik a törvények, és mi az olvasata, és aztán az átlagember mit ért meg ebből, és ez a nagy probléma, és nyilván ez nagy feszültséget is jelent, mert sokan azt mondják, hogy az iszlám a békevallása, biztos, és sokan azt mondják, hogy megtalálható benne az is, ami veszélyezteti egy átlag zsidó-keresztény gyökerekre épülő görög-latin alapokon álló Európának a helyzetét, vagy a társadalmakat. Mi nem akarunk pro és kontra, még egyszer mondom, ijesztegetni embereket, de egyet szeretnénk, hogy minél részletesebben megismerjék az emberek, hogy ez miről szól, és mit jelent ez most, és mit fog ez jelenteni néhány éven belül számunkra is itt Közép-Kelet-Európában, és mondjuk Szombathelyen. Tehát lényegében önök azt mondják, hogy az igazság teljes megismeréséhez adnak egy szeretet.
amiből mindenki úgy rakja össze ezt a teljes mozaikot, ahogy éppen a szellemi képességei, tájékozottsága megengedi. Meg kell ismerni. Konkrétan nem jó az, hogy fantomokat üldözünk, és nem jó az sem, hogy azt mondjuk, hogy ez nem a mi ügyünk, ez messze van, nincs messze, nagyon is közel van, és azt gondolom, hogy a jövőnket, a gyerekeinket nézve el kell gondolkozni. Szerintem menjen ki mindenki Bécsbe, én most voltam néhány nappal ezelőtt, és ott látja, hogy mit jelent a multikulturalizmus, és mi nem vagyunk szerintem magyarok idegengyűlölők, gondoljon mindenki a családfájára, itt is történt egy integráció, és remélem még inkább így lesz, de nem mindegy, hogy ki milyen kultúrából jön, és mi ugye azt valljuk, hogy nem mindegy, hogy a kapun csöngetnek, vagy a kerítésen másznak át, és ha valaki mászik át a kerítésen, akkor a visszafogott ember bezárja az ajtót, és rendőrt hív, mert nem tud a helyzettel mit kezdeni. Mi szeretnénk beszélni arról, hogy mit kell tenni ebbe a helyzetbe. A beszélgetésünk elején ugye ön azt említette, hogy egy ilyen hármas blokkban gondolkodtak. Igen. Hogyha a témát megnézem, akkor ez a harmadik ebben a blokkban. Megvannak-e már az elképzelések mondjuk a következő blokkokról, akár olyan előadásokról, amik úgymond szólóban érvényesülnek, és nem tartoznak mondjuk egy bizonyos ciklusba? Megvannak. Én azt gondolom, hogy ebből a téma blokkból kicsit kivezetésként a családdal szeretnénk foglalkozni. Azt gondolom, hogy ha az Európai Unióban több gyermek született volna, de hát a történelemben ez a kérdés nem járható út, akkor erősebb társadalmaink lennének, és mi szeretnénk ezzel foglalkozni, hogy mondjuk mit jelent ma 21. században gyermeket vállalni, családot alapítani, és hogy ezek a családok hogy lehetnek egy jó társadalomnak az alapjai, és ezt is szeretnénk olyan színvonalas és érdekes módon megjeleníteni, olyan személyeket, akár szakértőket meghívni, akik nem szárazon, tudományosan, hanem életcentrikusan beszélnek arról a területről, ami minket nagyon érdekel, például konkrétan a család. Végezetül pedig akkor, hogyha valakinek mondjuk megtetszik ez az előadás, és miért ne tetszene meg, és megtetszik maga a klub is, igen, akkor milyen úton, módon kerülhet mondjuk be az önök tagjai közé, és hát cseppet sem mellékesen engem mondjuk az is érdekelne, hogyha már beszélgetni akarnak a témákról, és meghallgatják az előadást, akkor utána van lehetőség arra, hogy bárki kérdezzen, vagy leüljenek mondjuk egy kávé, egy tea mellé, és elbeszélgessenek a hallottakról? Ez a célunk, tehát eleve minden egyes előadás után, során kicsit tartottam attól, hogy mernek-e kérdezni az emberek, szerencsére nem hogy mernek, hanem sokszor a kérdések már önmagában inspirálóak, tehát már a kérdező válaszol is önmagának is, tehát gondolatok hangzanak el, és mivel az a célunk, hogy ez a klub úgy kiterjedjen, hogy mindenki a maga módján csatlakozhat ehhez, nincs tagság, nem merev korlátok, hanem majd ez kicsit úgy gondoljuk, hogy rendezi az élet, tehát akár az interneten, akár ezeken a programokon keresztül, biztos ők benne már most, hogy barátságok jönnek létre, és talán hozzájárulunk ahhoz, hogy közelebb kerüljenek így az emberek egymáshoz, és egy értelmes estét töltsenek el. Nyilván nézik a Szombathely TV-t, de ha nem nézik, akkor pedig legyenek ott ezeken az estéken. Csúnya kérdés a legvégére. Pénzbe kerül ez, vagy pedig ingyenesek az előadások? A vendégeink számára, tehát a meghívottak számára ingyenes. Nekünk kerül egy kis pénzben, ki kell fizetni a bérleti díjat. Ennyi. De hát mindenki meghívott, aki elmegy, ugye? Így van. Jól értette. Köszönöm szépen, hogy befektetődnek, és akkor nagyon jó előadásokat, nagyon jó programokat. Köszönjük a lehetőséget, hogy elmondhattam. Kedves nézőink, mi pedig akkor a műsorunk végére értünk. Ennyi fért ma a Szombathely Ma című közéleti magazinunkban. Itt a Szombathely Televízióban hamarosan a híradó ismétlése következik majd. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!
annyi módja van annak, hogy ott légy a családnak. Választ hozzá az LG G4C-t Bluetooth fülhallgatóval havi 2490 forintos kamatmentes részletre.